Így kezdődött. Itt állok egy hihetetlen névsor előtt, amit hát nem is tudok megemészteni. Ráadásul én sose szerettem nagy tömegbe, mert nem látszom. Nem szeretek nagy tömegbe szerepelni, de itt most annyira vonzó volt a hívás, hogy azt mondtam, igen, két képpel szerepelek. Nagyon jól esik. Kaiser Otto, mindenképp meg kell említeni. Ez a kép, ez már a képzőművészetet súrolja, ezért nagyon tetszik. Nem maradhat ki Keleti Éva, és nem is lenne jó, ha kimaradna. És hát Szigeti Tamás, akit mint személyt is nagyon szeretek, hogy őszinte legyek, elloptam egy képét a MUOZ-ban lévő kiállításáról, máig a birtokomban van. Be is vallottam neki sok-sok évvel később, és azt mondta, hozzájárul. Baritz Kati, a szívem közepe, nem csak azért, mert ilyen hihetetlenül tehetséges, Liner Tamás, ismeretlen fiatal fotográfus, hát itt lóg. Nagyon nagy megtiszteltetés, ezt köszönöm a sorsnak. Kocsány Kornél, a fiatal fotográfusok közötti leg-leg-leg-legédesebb és legtehetségesebb. Nézzük meg ezt a képet, hát nem? Hát de, a teljesség igénye nélkül mutatunk be néhány embert, hogy kik vagyunk. Ezek mellett a nevek mellett nem illik zsebretet kézzel állni. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és itt állhatok. És ezek között a nevek között egyáltalán felmerül a nevem. Ezt köszönöm.